Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit november 30-án kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először egy beszélgetést láthatnak Ferenczi Noémivel a most megjelent verses kötetéről, majd ellátogatunk a Beugróra, végül pedig beszámolunk három tehetséges szobrász kiállításáról és a Borbély műhely koncertjéről. Tartsanak velünk! Felgyorsult idő, hektikus dal. Gyermek voltam, azt se tudtam, mi a történelem. Fogyott a tej és a kiflit a boltokból kiettem. Gyors ütemben zajosan épült a komcsi diktatúra, mindenki blattolt kánonban kántált, sehol egy partitúra. Az egy szétrobbant, jött a sok, dilemmáknak sora, multikulti pluralizmus, szabad akolkora. Kerestem a toronyórát, ismeretlen 100x, megélhetési civillét, mit dob ma a Matrix. Aludtam, vagy mi lehetett, más műsorra keltem, most az öreg földrészt fúrják, pontosan felettem. Sok hallottán egy szövegben ezt a sok hiátust, egy pont elég, aki megvált millió Pilátust. Szép jó estét kívánok, ahogy ígértem, egy beszélgetést kínálok önöknek, vendégem pedig a szerző, Ferenczi Noémi. Tisztelettel köszöntelek, szervusz. És hadd mutassuk be ezt az első verses kötetet Noémitől. Örülök, hogy itt vagy velünk. A Ciszter gimnázium pedagógusa. És hát nagyon sok mindenről beszélhetnénk, a Fejérholló diákszínpad előadásairól, a diákjaid mindenkori kiváló szerepléséről a versünnepen, vagy adott esetben a Szóval győzni vetélkedőn. De hát most itt van ez a verses kötet. Azt tudjuk, hogy nem régiben jelent meg az egy közülünk, ami a Szikszai György keresztény vértanúkról szóló könyve a Mártírok oszlopa alapján született, és akkor arról beszélgettünk, hogy majd mi következik. És hát következett a kirakós. Igen, egy kis karcsú kötet. Sok verset írtam fiatalkorom óta, viszont elég kritikus vagyok, úgyhogy megrostálom, és úgy gondoltam, hogy ennyit talán leteszek az asztalra, hogy maradjon valami a gondolataimból, vagy az ilyenfajta sűrített gondolataimból. Alapból verselő vagy? Igen, azt hiszem, hogy a líra és a dráma áll hozzám közelebb, a próza az kevésbé. Ugye azt olvastam, hogy 4 esztendeje kezdted el ismét összegyűjteni azokat a gondolatokat, amelyeket aztán versé formáltál. Hát talán így nem, hogy ismét gyűjteni, hanem vannak ilyen időszakaim, amikor így felfakad, és akkor írok, akkor sűrűbben írok verseket, és aztán úgy elhallgatok, vagy olykor-olykor egyet-egyet, de ez úgy gondolom, hogy egyáltalán nem mennyiségi kérdés, ráadásul hála Istennek nem ebből élek, meg én nagyon sajnálom a megélhetési költőket, és nem irigylem azt sem, aki grafomán, tehát, hogy én ilyen vagyok, hogy amikor úgy érzem, hogy ez ilyen lelki szükségletem, akkor írok, és egyébként leteszem. Tehát ez volt az indítatás? Mi az alapja? Hiszen egészen különleges stílus, és a mélységekről pedig ne is beszéljünk, illetve arról beszéljünk, hiszen ahogy az imént bevezetőként ezt a verset elmondtam, azért rábukkan az emberfi azokra a mélységekre, amelyeket megtapasztal, csak nagyon sajnos, nagyon ritkán beszél róla. Igen, azt mondtam, hogy a próza az távol áll tőlem. Ez teljesen nem igaz. A próza úgy, mint regény mondjuk távol áll tőlem. Regényeket már nem is szívesen olvasok, viszont az élet az nagyon érdekel. Tehát a dokumentarista irodalom az most már sokkal közelebb áll hozzám, mint fiatalkoromban. És mindezt azért mondom el, mert a valóság az minden formájában érdekel, és az igazság az minden formájában érdekel. És talán amikor ilyen nagyon mély rétegek bojdulnak föl bennem, ez általában azért rossz időszakokban van bajuk be, mert hogy ugye a lírának a forráspontja az általában a szenvedés tájékán van, akkor van az, hogy valamivel többet mutatok meg magamból, mint amennyit szoktam. Erről is beszéltünk itt a beszélgetésünk előtt, hogy én alapvetően egy rejtőzködő alkat vagyok, a megfigyelő vagy az, aki rendez, tehát a rendezői pozíció az nekem teljesen megfelel, mert áttételesebben tudok megmutatkozni, és nem túl direkt módon. Tehát itt is azt mondom, hogy valamennyit megmutatok magamból, de éppen ezen morfondíroztam, hogy
hogy azért annyira nem merek kitárulkozni, még a lírában sem, hogy teljesen bőrén ott álljak a lelkemmel az olvasó előtt. A kirakós egyfajta utalás, egyfajta gyűjtése mindannak, amit tapasztalsz napról napra. Igen, ez mindenképpen így van, mintha a lépcsőket raknám a saját lábam alá, de hát mindannyian így vagyunk, és analógiákkal ezt meg lehetne ragadni, vagy képekkel, hogy az ember mit tapasztal, mit tanul, milyen következtetéseket von le az életéből, és ennek részei ezek a versek is. Az érzelmek fontosak ilyen értelemben? Az érzelmek nagyon fontosak, az én érzelmeim általában lefolytott formában vannak jelen, ugyanúgy, mint ahogy az énemnek a többi része. Tehát tanulom azt, hogy az ember az érzelmeivel, én magam az érzelmeimmel hogyan bánjak jól és helyesen. Ugye a keserűség találkozik a lírával, abból, ha értőtől veti papírra, akkor mindig valami jó születik. Ez most így történt. Azért számtalan olyan keserű pillanat van, amelyet most itt olvashatunk, akár ebben a versben is. Nem ítélet, azt azért nem mondanám, de elgondolkodásra késztet bennünket. Hát igen, meg mindig az irónia. Azért van egy ilyen reflexív hozzáállásom mindenhez, ehhez is egy bizonyos távolságtartás. Nem csak a lelki alkat, hanem ez, amit az előbb mondtam, hogy milyen tanulságot vonok le ebből, hogyha három lépés távolságból nézem. Irónia, önirónia, azt hiszem, hogy ez mindig benne van. Meg egy kis játékosság is. Egyébként ez a vers egy ponttal zárul. Tehát, hogy egy pont elég, aki megvált millió Pilátus, pont. Hogy nem tudom kihagyni egyszerűen a poént. Lehet, hogy néha jó lenne kihagyni, de úgy érzem, hogy jó, hogyha az ember derűbben feloldja azt, amit átél vagy átszenved. És hogyha három lépés távolságról látod, akkor erre van is esélye. Tehát örkény közel áll hozzám, hogy úgy mondjam. A koronavírus ilyen értelemben megerősítést adott, hogy igen, tehát vannak itt azért nehezebb dolgok is már. Itt gondolok, ugye arról beszéltél, hogy játékos formában az iróniát is használtad. A koronavírus? Hát a koronavírus is felszínre dobott olyan problémákat, amelyekkel nem nap, mint nap találkozunk, vagy szembesülünk. Tehát kikényszerített olyan tükörbenézéseket, amik talán enélkül nem lettek volna meg. Igen, van ott olyan is, ami kifejezetten akkor az előszó köz az ebben a szituációban született, és egy nagyon folytott légkörben született meg bennem. Itt találomra nyitottam ki, cselekményvázlat egy bármihez, azt hiszem, hogy ez érdekes, és utána egy kicsit kell, hogy beszéljünk az illusztrációkról is, mert érdemes megnézni őket. Tehát akkor olvasom, információ, formáció, performáció, dezinformáció, konfúzió, deformáció, reformáció, infúzió, transformáció, fúzió. No, hát ez egy valóban nagyon-nagyon játékos gondolatsor. Tény. Hát igen, ez szintén egy játék a gondolatokkal. A játékos én mutatkozott meg benne. Mondjuk ehhez a Covidnak nem volt semmi köze, de szerintem ahhoz a bármihez is illik, hogyha jobban megnézed. Igen, és elég sok bármire jó ez a cselekményvázlat. És mielőtt folytatjuk, egy illusztrációt hadd mutassak. Itt talán lehet látni egy röviden, de mindegy, a lényeg az, hogy az illusztrációk pedig illeszkednek szervesen ehhez a történethez. Azt tudjuk, hogy remekül rajzolsz, mégsem az a tiéd az illusztrációk, illetve a tiéd, illetve az alkotóé. Igen, ez egy érdekes szembe találkozás volt, vagy egy érdekes egymásra találás azzal, akit nem ismertem, de jelentkezett, hogy szívesen illusztrálná. Az egyik egykori hajdani osztálytársnőmnek a lánya, aki egyetemista, és aki hobbi szinten ilyesmivel foglalkozik, azt mondta, elolvasván a verseket, hogy igen, ő szívesen készít illusztrációkat, és ez számomra azért volt érdekes. Egyrészt háttérbe léptem, tehát hagytam, hogy hadd illusztrálja. Háttérbe léptem, mint akár grafikus, hát az túlzás nagyképű lenne részemről, de nem én rajzoltam, meg a fotóimat sem nyomtam bele a saját könyvembe, hanem hagytam, hogy egy fiatal kibontakozzon, és számomra ez jelképes volt, mert az életem már nagyon régóta erről szól, hogy fiatalokkal dolgozom együtt,
és hagyok nekik teret, hogy kibontakozzanak, és nekem ez nagyon jó rímelt arra, amit általában csinálni szoktam, úgyhogy örömmel mondtam igent erre. No, hát én nagyon-nagyon örülök ennek a könyvnek, és hát ajánlom mindenkinek, kedves nézőink. Mi pedig nem fejeztük ám be, mert hogy ahogy a bevezetőben, zárjuk keretbe a mi történetünket, tehát én azt mondtam, nekem nagyon-nagyon hiányzik sok minden. Hát a színház nem különben ebben a koronavírus járvány okozta feszültségben, és hát hiányzik, és nem csak a Vörösmarty Színház teszem hozzá, hanem hiányzik a Prospero, a Szabad Színház, hiányzik a Teddy, ha úgy tetszik, és hiányzik a Fejér Holló is. Bár a Teddyt láttam most a Pál István Fesztiválon, egy év szünet után azért itt voltak a fiatalok. Igen. Tehát Fejér Holló. Hát a Fejér Holló néha maszkkal, de röpköd. Nem lehet az életnek megállni, a fiataloknak nem lehet betokosodni. Muszáj, hogy közösségeket alkossanak, mert különben tényleg maradandó károkat fognak elszenvedni, és ezért mindent megteszek, vagyis hát ennek ellenében mindent megteszek. És ezért továbbra is tartjuk a mi kis próbáinkat, 12 dühös ember, hogyha minden jól megy, akkor január végén, ha egy kicsit rosszabbul, akkor valamikor tavasszal. És hát ezen kívül lesz egy Pilinszky estünk szintén annak függvényében, hogy mennyire engedi meg a járványügyi helyzet. Ez november 26-án lesz nálunk az iskolában, reményeim szerint a könyvtárban. Egy ilyen kis csendes szellemidézés, hogyha szabad ilyet mondani Pilinszky kapcsán. Igen, sokat mondom már a címe is. Igen, a Holnap vagyok itt utoljára, ez Pilinszky sor. A 27-e a születésének a napja, mi 26-a délutánra raktuk ezt a kis megemlékezésünket, a diákok mondanak verseket, erre már nagyon készülünk, mert nekünk ugye a versmondás nem annyi, hogy hát csak úgy beugrunk, aztán felmondunk egy szöveget, Pilinszkyvel ezt pláne nem lehet megtenni, és van nekünk egy emlékezetes versmondónk és versmondásunk, ez a Kertész Ádinak az apokrifje. Őt visszahívtuk, hogy legyen szíves, elevenítse fel, mondja el ismét, és mostani, illetve hajdani diákok fognak Pilinszkyt idézni, verseket mondani. Szeretnék egy bakelit lemezt, arról egy kis Mozartot hallgatni, meg egy kis Bachot, ahogy Pilinszky is tenné, meg hát magát Pilinszkyt is szeretném egy kicsit vetítés formájában közelhozni a nézőket. Érdeklődéssel várjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. És kedves nézőink, tehát ne feledjék, megjelent Ferenczi Noémi Kirakós című verses kötete. Forgassák, olvassák, megéri. Mi pedig folytatjuk a Paletta magazint. Ismét színpadra lépett a beugró csapata, Kisdia, Varga Gabi, Krisztik Csaba és Tűzkő Sándor a civil központban folytatta improvizációra épülő színházi játékát. Az Értékmentők csapata az I-generációért Egyesület rendezésében a civil központban folytatódott a nyáron életre hívott beugró a Vörösmarty Színház művészeinek humoros, szatirikus alaphelyzetekre, rögtönzésekre és helyzetgyakorlatokra épülő négy szereplő színpadi játéka. Drámapedagógia szakirányos voltam az iskolában, úgyhogy nekem a színház szeretete az gyakorlatilag ezzel jött. És hát mi mindig igyekeztünk, amikor az Értékmentőkről beszélünk, mindig keresünk azokat a réseket, azokat a helyeket, ami esetlegesen nincs, ami mondjuk, hogyha kulturális eseményekről beszélünk, ami éppen nincs, de mondjuk szükség lenne, vagy érdekes lenne, vagy mi is hiszünk benne, és gyakorlatilag az improvizációs színház az pont egy olyan történet, ami szerintem nagyon-nagyon izgalmas, de sajnos azért ez olyan, hogy nincs most, vagy nem elérhető, és hát akkor így megbeszéltük a diával, hogy mi lenne, hogyha egyébként valami hasonlót létrehoznánk, és hát azt gondolom, hogy színészileg, vagy a színészeknek ez mindenképpen egy izgalmas történet, úgyhogy mindenki nagy szeretettel vállalta a felkérést. És hát egy kicsit, hogy egy pikantériája legyen ennek az egésznek, azzal fejeltük meg, hogy legyen mindig egy jótékonyság. Gyakorlatilag mindig egy előadás, az mindig egy jótékonyság. Itt ugye gyakorlatilag a cél nem az, hogy valamilyen for profit dolog legyen ez nekünk, hanem az, hogy mi megcsináljuk a műsort, és gyakorlatilag ehhez kapcsolódóan pedig mindig van egy kiszemelt, akinek segítünk a jegybevétellel, ez esetünkben a Szeta egyébként. És még egy kicsi specifikuma lett egyébként ennek az ügynek, hogy Varga Tamás államtitkár úr, ugye Székesfehérvár országgyűlési képviselő pedig hát azzal segített, hogy 52 fiatalnak a gyermekotthonban élő fiatalnak gyakorlatilag jegyet ajánlott fel, úgyhogy azt gondolom, hogy ez ilyen nagyon minden egyben program most, rengeteget segítünk, és reméljük, hogy mindenki, aki eljött, az jól szórakozik.
az közelítünk egymáshoz. Igen. Mozog a kéz. A Teltháza Színházi Esten Varga Tamás országgyűlési képviselő nagyvonalú felajánlásának köszönhetően a Fejér megyei Gyermekvédelmi Központ fiatalja is bepillantást nyerhettek egy kötetlen színházi játék megszületésébe. Köszönetet szeretnék mondani ezért a szép esti program lehetőségért államtitkár úrnak, aki régi támogatója és szociális érzékenységéről híres a mi körünkben, hiszen több évtizedes kapcsolata van a gyermekvédelemnek államtitkár úrral, onnan ered ez még, amikor ő a megyei közgyűlés elnökeként került közeli kapcsolatba a feladatellátással, és azóta sem felejtett el bennünket. Úgyhogy most itt több mint 50 gyermekkel és kísérőjével jöhettünk el a gyermekek képviseletében megnézni és részese lenni ennek a mai előadásnak. Másik kezedet is, Dia! Vedd ki a kezedet a kis pulcsikáról, és fogd meg, próbáld meg! Próbáld meg, ez a nagyon jó! Ez a jó, és most kezdj el forró, vagy én majd forró körülöttet. Ez a, most egyre bátra, vagy úgy, ha mozog, az te is, ez az, gazulum, ez az, ez a kaladai módszer, ez az, most ha benne vagy, haladj így, menj el tovább a rugó, Dia. Hogy ugyan, hogy? Kaladában. Kis Dia és művésztársai láthatóan lubickoltak szerepeikben, nevetős csodapillantokat nyújtva a hálás közönségnek. Nem igazán lehet rá készülni, hiszen nem tudjuk előre, hogy milyen szituációk várnak minket egy est folyamán. Sokat kell hozzá szerintem gondolkozni, így önmagaddal otthon lenni, meg szóval nem tudom, én erre úgy szoktam készülni, hogy egy kicsit így feltuningolom magamat otthon lelkileg, hogy akkor most be kell pörgetni az agyamat, ez valamikor sikerül, valamikor nem. Most remélem, hogy fog. Egyébként szerintem minél többet játszik valaki, akár a színházba, vagy esetleg otthon is a gyerekével. Hát szerintem ez így fejlődik az emberbe az impro. És egyébként vannak olyan emberek, akik nem is tudják azt, hogy milyen jól tudnak improvizálni. És ezért jó például ez a játék, hogyha otthon van egy társas játék, akkor ezt lehet gyakorolni. Tehát így lehet gyakorolni, hogy sokat kell csinálni. Hogy vagyunk? Hogy vagyunk? Nagyon boldognak látszom, ilyen? Úgy látom, hogy maga is boldog esetleg? Rendesen megfigyelt engem, főnök úr. Sáma. Igen, szóljon a főnök úrnak. Engem? Igen, nem baj, ha jobban esik, hogyha úrnak szólítom. Férfias jelenségnek tart? Mondja, férfias jelenségnek? Szeretné még közelebb jönni? Szeretné, hogy közelebb menjek? Hát nem tudom, maga szerint leesett, ha már esélyek. Maga szerint leesik? Elég mi ez ahhoz, hogy eltörjem a lábam? Megnézzük. Hogyha leesünk, látni fogok én még ezután? Ugye nem covidos? Krisztik Csaba számára új és egyben nagy kihívás a beugró szerepkör, ugyanakkor örül annak, hogy ebben a játékos műfajban is megmutathatja magát. Én az improvizáció műfajában egyáltalán nem vagyok otthon, és az elmúlt években sem gyakoroltam annyira az improvizációt, mint olyan. És éppen ezért volt számomra vonzó, hogy most bele kell ugorni egy kicsit a semmibe, és kipróbálni azt, hogy milyen érzés annyira aktívvá tenni az agyat, hogy abban a pillanatban hozzunk létre értékes, akár humoros, hát azért természetesen inkább a humorra próbálunk menni ilyenkor, szituációkat, helyzeteket, amiket a néző is élvez. Tűzkö Sándor amondó, és ezt megtapasztalhattuk az előadásban is, hogy hagyni kell érvényesülni az ösztönöket, és akkor jól szórakozik a közönség és a színész is. Nagyon szeretek, meg szerettem mindig improzni. A rendezők annyira nem szeretik, mert ha beállítanak egy előadást, akkor inkább azt szeretnék kérni. Ritka volt az, hogy megengedték, de én mindig huncotkodtam, meg szeretek is a színpadon játszani. Volt már, hogy készültem rá, próbáltam valahogy, de pont az a lényege, hogy nem nagyon lehet. És az a legjobb, hogy az ember inkább csak úgy elengedi az agyát, meg a szervezetét. Nem zavarja, ha mégis oda mennék, és így biztonságban érzem magam? Tudja, mit szeretnék a legjobban? Egyet? Szeretné, hogyha egy kicsit jobban mosolyognék, amikor meglátom a bankkártyámból adódó számokat, amikor bedugom a bank jóba, és szeretnék meglátni, hogy milyen számok vannak rajta? Ugye nem értette a kérdést. Maga szerint föl tudja ezt tenni még egyszer, ugyanígy ugyanebben a sorrendben?
Maga szerint biztos vagyok én ebben. Akkor most akar fizetésemelést, vagy nem akar? Varga Gabi valósággal lubickolt az improvizációban, valódi csapatot alkotva adtak ívet egy-egy játékos történetnek. Mindig nagyon klassz dolog egy színésznek, amikor így használhatja a játékosságát, a kreativitását, őrült lehet, mindenféle lehet, és semmi sem kötött. Az az igazság normálisan egy színházi próbában is van rá lehetőség, de valahogy mégis ritka. Hát nyilván ott kötött szituáció van, kötött szöveg van, esetleg azon belül. De az, hogy tulajdonképpen semmi sem kötött, és ennek a pillanatnak a varázsa, az, amiért tegyük hozzá, akárhányszor csinálja az ember az adrenalin szintjét, azért rendesen felpumpálja, azért az ritka. Úgyhogy szerintem ez ilyen akkor mindig egy ilyen vérfrissítés, tehát mintha egy ilyen új vért meg oxigént kapna egy színész a szívébe, idegrendszerébe meg a fejébe. Az esten ismét megtapasztalhattuk, a beugró fergeteges improvizációiban az életből ellesett helyzetek bármikor képesek kiszámíthatatlanul vicces fordulatokat venni, hogy végül mindig ugyanúgy végződjenek a nézők önfelett nevetésével. Két új képzőművészeti tárlat nyílt meg a Közösség és Kulturális Központban. A kiállított termekben Bicskei Andor és Nagy Dániel, illetve Körei Sándor szobrászművészek munkáiban láthattak válogatást az érdeklődők, majd következett az improvizatív jazz ikonja, a Bormé műhely koncertje. Cserhalmi Luca, a budapesti Godó Labor vezetője nyitotta meg azt a közös tárlatot, amelyen Bicskei Andor, Nagy Dániel és Körei Sándor szobrászművészek mutatkoztak be. A Zentán született Bicskei Andor középiskolásként díszítő szobrászatot tanult Budapesten, majd a Magyar Képzőművészeti Egyetemen diplomázott, megkapta az év legjobb diplomázója számára alapított Víg Tamás díjat is. Meditatív munkafolyamat ez az egész, amivel le tudnám írni a munkáimat, és erre épül igazából. Az egész, ugye ez ebből a sok hegesztési pöttyből és lángpálcából álló munka, ez elég hosszadalmas, monoton, és ez alakul át egy ilyen meditatív állapottá, amit szeretnék érzékeltetni a nézőkkel. Nagy Dániel a legfiatalabb szobrászgeneráció képviselője. A középiskolában díszítő szobrászszakon végzett Szolnokon, a Képzőművészeti Egyetem hallgatójának alkotásai szintén fémből készülnek, a kiállításokon bemutatott szobrai kapcsolódást, folytonosságot tartanak a térrel, formálják a környezetüket. A motivumrendszer az érdekesen, nem is tudom. Igazából csak az volt, vagy arra gondoltam, hogy egy ipari anyagot szeretnék úgy használni, hogy a lehető legorganikusabban, a legorganikusabb képet mutassa, hogy mintha ez természetesen így lenne, és aztán pedig letisztult egyszerű körökre, egyszerű évekre, és az évek alatt így szépen lassan. Egészen más alkotói világba kalauzolnak el bennünket a Móri születésű Körei Sándor művei. A most nyíló kiállítás címét adó mű egy pályázatra készült, a virágcsendélet témáját járja körbe. A virágok a váza felett egymás mellett egy tömbben lebegnek. Az elmúlt években hasonló gondolatok mentén hozott létre műveket, konzervált csendéletek címmel. Ugyanúgy a tradíciókra épülnek ezek a munkák is, mint akár egy... vagy mint egy klasszikus művek inspirálták ezeknek a munkáknak is, vagy a sorozatnak az első darabjait. A klasszikus csendéletek voltak a kiinduló pontjai ezeknek a munkáknak. Én annyit változtattam ezen, hogy még egy klasszikus festményen ezek a tárgyak, ezek a valóságszerűen vannak megjelenítve ezeken a képeken, nálam ezek pedig a valóságban és jelenlevő tárgyakként vannak jelen. A tárlat november 26-áig látogatható a Közösség és Kulturális Központ nyitvatartási idejében. A kiállítás megnyitóját követően egy kivételes koncertre invitálta meg az igényes jazz muzsika rajongókat a Közösség és Kulturális Központ. A Bormé műhely az ezredfordulón alakult, a nép és világzene, a jazz és a kortárzene területén egyaránt otthonosan mozgó Liszt díjas, a Vujicsics együttes tagjaként pedig Kossuth díjat is elnyert Bormé Mihály vezetésével.
hasonló szellemű és gondolkodású muzsikusok csatlakozásával. Az nagy dolog, hogy a mai világban kiderül, hogy ezekre az úgynevezett rétegműfajokra, ezekre van igény, ugye? Talán ahogy itt a fehérvári zenei életben is vannak ennek tanúi, hogy van egy összetartó közönségréteg, akik nagyon odaadóan követik ezeket a koncerteket, legyen az szó kortárs zenéről, igényes népzenéről vagy jazzről, hisz az élő zene maga a koncertszituáció megfogja az embereket, és igazából ezért tett minket is. Most egy új lemez felvétele előtt vagyunk ezzel a kvártettel, de hát ez is csak akkor válik örömmé, amikor aztán koncerteken játsszuk el az új anyagot. Lassan már érleljük, és egy-egy új számot kipróbálunk koncerteken is, de valójában a koncertezés élteti ezeket a zenekarokat, és így van ez nálunk is. A Borbély műhely improvizatív zenéjét a jazz különböző irányzatainak és a Kárpát-medence és a Balkán népzenei örökségének ötvözése jellemzi. Érdekes dallamfordulatokkal, olykor finoman áttetsző, máskor erőteljes ritmusokkal, illetve kortárs zenei elemekkel. Közel 2 évtizedes már a zenekarunk, az ezredforduló tájéken alakultunk, és azóta tesszük a dolgunkat. Egyébként az egy könnyebbség, hogy nekünk van egy, hogy úgy mondjam, második otthonunk, ez a Szentendrei Jazz Club, ahol 2002. februárja óta, lassan 20 évesek leszünk egyébként, most februárban készülünk egy nagyobb ünnepi koncertre ott ebben a klubban. Tehát, hogy ez a klub jelenti azt a közeget, ahol van egy saját közönségünk, ahol látják, hogy érleljük a számokat, hogy kísérletezünk, néha hallanak egy számot, hú, de jó, tetszik, és lehet, hogy soha többet nem hallják, mert miközben azt mondjuk, hogy jó, azt majd legközelebb veszük elő. Tehát egy érdekes kis családi közösségé alakul ez át, és nagyon sokszor van ez így, az ország különböző tájain találkozunk emberekkel, akikkel esetleg épp a klubban találkoztunk először. Tehát ez a közönséggel való találkozás éltet igazából minket is. A szép számú jazzrajongó tábor megtapasztalhatta, mit is jelent, ha az egyéni felkészültségen túl az együttezenélés kivételesen magas fokú harmóniája és valamiféle rendkívül lekerekített klasszikus hangzás jellemez egy koncertet. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!